megbeszéltük azt, hogy miért is nem hívták a korai mesiákat követő csoportosulást keresztényeknek, és mit is jelent a keresztény valójában, illetve érintettük azt, amiről most szó lesz, hogy hogyan is hívták őket valójában. Úgy gondoltam, hogy érdemes több időt rászánni arra, hogy megvizsgáljuk, mi az, amit ki tudunk deríteni a korai mesiák követő csoportról, aminek a neve Nazarénus volt, és ez szerepel az írásokban, különösen apostolok cselekedetei fejezeteiben. De nézzük meg, hogy mit tudunk kideríteni erről. Mielőtt belevágnánk azonban ennek a kifejezésnek és ennek a csoportnak a felderítésébe, néhány verssel szeretném kezdeni. Az első ezek közül Tehelim vagy Zsoltárok 119:89-es lesz, ami így szól: Adonai vagy Jahua, örökké megmarad a te igéd a mennyben vagy Semaimban. Rengetegszer volt már erről szó, és bár a legtöbb úgymond keresztény tiltakozik ez ellen, hogy ők törvénytelen életet élnek és hirdetnek, attól függetlenül a tény marad, hogy az az ellentmondás, melyet tanít a kereszténység, hogy a törvény eltűnt, illetve betöltötte a törvényt, de ugyanakkor érvényes is a törvény, az nem csak hogy nincsen értelme, de nem is szerepel sehol az írásokban. Sőt, az ellenkezője szerepel szinte minden egyes oldalon, és erre itt nagyszerű példa ez, ami Zsoltárok 119:89, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Tudjuk, hogy az ő szava nem lehet az úgynevezett új szövetség. Természetes, hogy az is általa ihletett, azonban nem az, amiről itt beszél, sőt, amiben az új szövetség mindvégig beszél, az ő igéje mindig is a Tanák marad, a Tora, a Neviim és a Ketuvim, azaz a mózesi törvények, az írások, úgy mint a példabeszédek, zsoltárok, és a prédikátor, és az ehhez hasonló írások, valamint a proféták. Az a hozzáállás, hogy bizonyos törvények nem fontosak, vagy azokat eltörölte, vagy azok ceremonikus törvények, ennek nincsen semmilyen alapja az írásban. Soha semmiféle felosztás nem létezett, ami azt mondta volna, hogy az étkezési törvény nem olyan fontos, mint az, hogy az ember mit vesz föl, hogyan beszél, vagy éppenséggel hogyan viselkedik a fele barátjával. Ilyen felosztás nem létezik, ennek ellenére a kereszténység túlnyomó többsége ebben hisz, így él, és ezt hirdeti, ami egy problémát fog jelenteni. Zsoltárok Tehelim 66-os fejezet 17-19-ig így ír: Hozzá kiálték az én számmal, és magasztalás volt a nyelvem alatt, azaz Jahuához imádkozik. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Adonájom, vagy hatalmasságom. Azaz, hogyha nem úgy élt volna, ahogyan az elő volt írva, akkor nem hallgatja meg Jahua. Ez a helyzet most ezzel a sok milliárd emberrel. Teljesen mindegy, hogy az ember mit gondol, hogy ő mit csinál, amennyiben az ő instrukcióit, útmutatását semmibe nézi, sőt, az ellen beszél, nem fogja meghallgatni az atya, és ez számtalanszor kijelentette. Ám de meghallgatott Elohim, figyelmezett a könyörgésem szavára. Miért? Azért, mert úgy élt Daud, vagy Dávid. Következő ez Jesiahu 8:19-22-ig, ami így szól: És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok halott idézőktől, és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Elohimétől tudakozik-e a nép? Az élőkért a halottaktól kellé tudakozni? Az a helyzet, hogy bár erre most mindenki legyint, és azt mondja, hogy én ilyet nem csinálok. A probléma az, hogy nem is hozzáfordulnak az emberek. Nem is ő az, akinek az akaratát megpróbálják megtalálni az írásokban, hanem próbálják azt hozzáigazítani ahhoz az általánosan elfogadott tanításhoz, ami a program része volt, amit mindannyian megkaptunk. Úgyhogy így vagy úgy, de ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint akkor ezek az emberek.
megszegtük az ő instrukcióit, kikerültünk a szövetségből, azonban egy lehetőséget kaptunk, hogy visszakerüljünk abba, amennyiben elfogadjuk a másik áldozatát, és teljes szívünkből, teljes erőnkből járjuk az utat, keressük az ő akaratát, ami a törvények szerinti élet. Ez az, amit el fog mondani a 20-as versben. A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok. Azzal foglalkozatok, mi a tanítás, mi a bizonyságtétel. A Tora az ő instrukciói. Ha nem eként szólnak azok, akkor nincs hajnalok. Azaz nincs jövője annak, aki nem a tanítás és a bizonyságtétel szerint szól. Úgy bolyongani fognak, szorongva és éhezve, és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és hatalmasságát, s néz fölfelé, és azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Miért? Mert nem használja azt a világosságot, amit a Tora jelent számunkra. A világ világossága, Yahusha HaMashiach, a megváltó, aki eljött közénk. Azért, mert ő volt az, aki megjelenítette azt, ahogyan élnünk kellene. Ezért ő a világosság. Azt mondta, hogy a világosságot nem rejtik a gyertyát véka alá, a hegyre épített várost nem lehet elrejteni. Erről beszél itt is. Aki nem így él, nem a tanítás és a bizonyságtétel szerint él, az bolyongani fog a világban. Szorongva és éhezve. Miért? Azért, mert nem kenyéren él az ember, hanem Elohim minden igéje által. Erről beszél, hogy éhezve és szorongva, hiszen nem fogja tudni, hogy mi az az út. Ráadásul ez frusztráló lesz, és átkozódik, és bolyong az egész világban, és mindenhol a nyomort látja, és a sötétséget, mint amit látunk most. Miért? Azért, mert az emberiség nem a tanítás és a bizonyságtételre hallgat, hanem megy a saját feje után. Ezért nincs hajnaluk. Nincs hajnal, hiszen nem kel fel a nap, nem hoz világosságot, hiszen nem a megfelelő úton járunk. Sötétben elhagyatva járunk. Azért, mert nem vagyunk hajlandók elfogadni azt a tanítást, ami tőle jön. Ha valaki nem hiszi el, megnézhetjük a másik két fordítást, ami így szól. Aki a halott idézőkre hallgat, sötétségben fog bolyongani. Éhesen és nyomorgatva tévelyeg az ilyen, s ha elkeseredik, felnéz, megátkozza királyát, hatalmasságát, ha pedig földre néz, csak nyomort, sötétséget, reménytelenséget lát, s végül teljes sötétségben találja magát. Miért? Azért, mert nem hallgatott arra a figyelmeztetésre, ami a 20-as versben van. Figyeljetek inkább az örökkévaló tanítására és kijelentésére. A jegyzetekben megtaláljuk azt, hogy vonatkozhat általában a mózesi törvényre, vagy az előző versekben levő ígéretekre. Mi másra vonatkozna, mint a mózesi törvényre? Mindig erre vonatkozik a tanítás és a kijelentés. Az új fordítás pedig, az egyszerű fordítás, a törvényre és intelemre figyeljetek. Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, melyeknek nincs jövője. Mindenki, aki nem aszerint szól, amit ő megírt, nem a Tora, az instrukciók, az útmutatás szerint szól, annak nincsen jövője. Értjük azt a részt, hogy a hitre szükségünk van, természetesen az áldozatot elfogadni, amit a másiák bemutatott. Ezen túl vagyunk. A lényeg az, hogy azután hogyan kell járni ezt az utat. Hiszen az nyilvánvaló, hogy a világ nem úgy jár. Ezért mondta, hogy keskeny az út, szűk a kapu, és kevesen találják meg. De itt is erről beszél folyamatosan. Az, hogy sötétség lesz, nyomorúság, és homály, ahol jár. Hiszen nincs nála a lámpás. Miért? Azért, mert példabeszélek 6.23-ban leírja, hogy szövétnek a parancsolat, a tudomány, világosság, életnek úta a tanító feddések. Ugyanarról beszél itt is, az ő tanítás, az ő szava az, ami a világosság. És ezt pontosan tudták a kezdeti úgynevezett nazarénusok. Azért olvastam fel ezeket, hogy lássuk, hogy aki nem így él, az nem lehet a másiák követője. De aki nem hiszi ezt el, az talán elhiszi Jehukadonnak az 1 János második fejezet 4-6-ig így szól. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait, a Torát nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét,
abban valósággal teljes élet Elohim szeretete, aki a parancsolatok szerint él, az az, akiben teljessé lesz Elohim szeretete. Miért? Azért, mert az szeretni fogja nem csak fele barátját, hanem Elohimet magát is, hiszen az engedelmesség és az alázat az, amivel kimutatja az ember az ő szeretetét. Ezért mondja, hogy teljessé lesz. Egy dolog, hogy az ember szereti fele barátját, a másik az, hogy kimutatja a szeretetét a teremtő felé, az pedig engedelmességgel lehetséges csak és kizárólag, hiszen neki nem kell semmi, ő bármit képes megadni nekünk, vagy megteremteni. Amit nem képes megtenni, az elérni az, hogy mi engedelmesek legyünk. Ez a mi döntésünk. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Ez a bizonyíték. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, mint ő járt. Hogy lehet ezt félreértelmezni másképp, mint hogy a Tora szerinti életmód az, amit nekünk folytatni kell ahhoz, hogy olyanok lehessünk, mint ő. Nem csak, hogy olyanok lehessünk, hanem hogy azt mondhassuk, hogy mi olyanok vagyunk, mint ő. Egyértelműen le van írva, hogy mi az, amit tennünk kell, és mi a jele annak, hogy mi őt követjük. Ez az, amit a korai nazarénusok pontosan tudtak, amit mára a mai kereszténység elfelejtett teljesen. Akkor ezek szerint úgy kell járnunk, ahogy a nő járt, úgy kell viselkednünk, úgy kell beszélnünk, öltöznünk és étkeznünk. Honnan tudjuk ezt? Az kiderül első Kefa első fejezet 15-től 17-ig. Ez ugye Péter első levele. Hanem amiképpen Kodes vagy Szent az, aki elhívott titeket, ki az, az Atya, ti is Kodes vagy Kadosém, szentek legyetek teljes életetekben. Hogyan lehet az ember szent? Ezt ki kell kutatnunk, hogy mik azok a lépések, amit meg kell tennünk, hogy szentek legyünk. Nem elég mondogatni azt, hogy szentek legyünk ezek szerint, hanem szentnek kell lennünk. Miért? Mert meg van írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok, azaz Kodes, különválasztott, elválasztott, más, mint a világ. És ha atyának hívjátok őt, ha valaki azt mondja, hogy Jahua, a teremtő az ő atya, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek a cselekedete szerint, akkor ezek szerint a cselekedetek számítanak. Mindenki ezt próbálja megértetni velünk a kezdetektől, hogy hit és cselekedetek kéz a kézben dolgozik. Mi a cselekedet? A Tora, az utasítások, az útmutatások szerint élet, úgy, ahogyan a másiák élt. Látjuk, hogy erre figyelmeztetett az előbb Jehokonom, vagy János is, erről beszél Zsoltárok, mindenki más. A cselekedet szerint félelemmel töltsétek a ti jövevégségtek idejét. Azaz a félelem még mindig fontos. Zsoltárok 111 utolsó verszak megmondja, hogy ahol a félelme a bölcsességnek kezdete. Szóval, tudjuk, hogy a cselekedetek fontosak, és ha atyának hívjuk őt, akkor ő meg fog minket ítélni. Ha minden mindegy, ha kegyelem alatt vagyunk, akkor mit ítél meg rajtunk? Van egy másik kérdés azonban, arról beszél, hogy megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Akkor ezek szerint az, hogy valaki kodes vagy szent, az egy fontos dolog, és ez megvan írva. Érdekes az, hogy hol is van ez pontosan megírva, mikor mindenki azt mondja, hogy az étkezés az egy ceremoniális törvény, a sabát, meg ezek a dolgok nem számítanak. Ennek ellenére Péter az első levelében még mindig odautal vissza. 3 Mózes, Vaikra 11:45, ahonnan idéz Péter. Legyetek azért szentek vagy kodás, mert én szent vagyok. Ez egy szó szerinti idézet Mózes törvényéből, a Torából, abból a részből, ahol az étkezés taglalja, ahol arról beszél, hogy meg ne fertésztessétek magatokat semmiféle csúszómászó állattal, meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általuk. Azaz nem mindegy, hogy mit teszünk, hiszen ezért figyelmeztet erre Péter. Miért idézne onnan, ha mindegy lenne, hogy mit teszünk? Mert én, Jahua, vagyok a ti hatalmasságotok, szenteljétek meg magatokat, azért egy, és szentek legyetek, kettő, mert én szent vagyok, három, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, mert csúszik mászik a földön. Mert én vagyok Jahua, aki felhoztalak titeket Egyiptom földéből, hogy hatalmasságotokká legyek néktek. Legyetek azért szentek, négy, mert én szent vagyok, öt. Elmondta ötször, hogy ez pontos neki, hogy az ember szent legyen. Péter elmondja négyszer, hanem amiképpen szent egy az, aki elhívott titeket
ti is szentek legyetek, kettő, mert megvan írva, szentek legyetek, három, mert én szent vagyok, négy. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy nem számít már az, hogy mi teszünk, mikor Péter egyértelműen oda utal vissza, ami minket szenté tesz, az egyik dolog az, hogy mi az, ami beáramlik az ember testébe, ami gyakorlatilag a szenté, ahol lakozna a teremtőnek a szent szelleme. Remélem érthető az, amire el szeretnék jutni. Az pedig az, hogy nem élhetünk másfajta életmódot, mint a másiák, és mondhatjuk azt, hogy az ő követői vagyunk. Egyértelműen megmondták, hogy aki őt követi, annak úgy kell cselekedni, ahogy ő cselekedett. Nézzük meg azonban néhány érdekességet, ez pedig az egyik Galatákhoz 5-ös fejezet lesz. Meg fogjuk látni azt, hogy Saul nem a törvény ellen beszél, hanem pontosan a törvény mellett. Galatákhoz 5 így kezdődik. Annak okáért a szabadságban, melyre minket másiák megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájába. Íme én, Saul, mondom néktek, hogyha körülmetélkedtek másiák, néktek semmit sem használ. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Ugye erre azt mondhatnánk, hogy oké, nem kell már megtartani a törvényeket, a törvény egy iga, sőt egy rabság, és aki körülmetélkedik, annak vége van, annak az egész törvényt meg kell tartani. Nézzük meg, hogy mit mond valójában Saul. 11-es versben ezt mondja, én pedig atyám fiai. Ha még a körülmetélést hirdetem, azaz ő azt hirdeti, ugye? Azt mondja, hogy a körülmetélést hirdetem. Miért üldöztetem mégis? Miért üldöztök? Hogyha egyszer én azt mondom, amit ti, akkor eltöröltetett a kereszt botránya. Tehát ő egyetért velük, ő ugyanazt mondja, amit ők, csak nem értik meg azt, hogy a hit az, amiből igazulnak, nem pedig az ő cselekedeteik az, amiből igazulnak. Nem azt mondja Saul, hogy nem kell ezután a törvény szerint élni, a teljes Tora szerint, nem az szerint, amit mi kiválogatunk, vagy mi szeretünk, hanem a teljes Tora szerint. Arról beszél, hogy nem az, amiatt igazul meg az ember, nem amiatt üdvözül, hogy annyira jól cselekszik. A hite az, ami igazzá teszi, azonban cselekedetnek kell követnie, körülmetélkedés pedig az egyik ilyen cselekedet. Ezt mondja a 11-es versben. Azt hirdetem, akkor miért üldöztök? Elszakadtatok másiáktól, akik a törvény által akartok megigazulni. A kegyelemből kiestetek. Mi nem a törvény által akarunk megigazulni. Ugyanúgy, ahogy a korai nazarénusok sem akartak a törvény által megigazulni. Meg fogjuk látni. Ők pontosan értették azt, hogy mi az üzenet. Az üzenet pedig az, hogy higgy, és utána a Ruach HaKodesh el fog vezetni téged minden igazságra, és úgy fogsz élni, és át fogsz alakulni egy új emberré. Ha nem a Tora szerint él az ember, akkor nem alakul át egy új emberré. Akkor ugyanolyan, mint a társadalom, csak egy kicsit másabb. Ugyanúgy a széles úton fog haladni. Erről beszél Saul. Nem arról, hogy nem kell a törvény. Azt mondja, hogy aki a törvény által akar megigazulni, az nem fog eljutni. Mert mi a Ruach által hitből várjuk az igazság reménységét. Azaz mi a Ruach által akarunk megigazulni. Az által, hogy elfogadtuk az atya ajándékát, az, hogy elküldte a fiút, hogy meghaljon az emberiség bűnéért, és elfogadtuk a Ruach HaKodesh, és hajlandók vagyunk utána feláldozni magunkat, hogy újjászületve járhassunk azon az úton, amit ő előírt nekünk, a Tora instrukciók által, nem a törvény szerinti való élet az, ami miatt megigazul az ember, az egy következménye ennek. Azonban a hit és a cselekedetek együtt jár. Aki nem a Tora szerint él, az nem hisz igazából. 6-os versben egyértelművé teszi, mert a másiák Jehusában sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség. Azaz teljesen mindegy, hogy körül van metélkedve az ember, vagy nem. Mi az, ami számít? A szeretet által munkálkodó hit. Miért? Mert az el fog vezetni minket a Tora szerinti életmódra. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Jehokanon megmondta azt első levelében, a második fejezetben, aki pedig megtartja az ő beszédét, mi az ő beszéde? Aki a törvény által él, aki megtartja, abban valósága a teljes élet Elohim szeretete. Az a szeretet fog munkálkodni utána az emberben itt, amiről Saul beszél. A szeretet által munkálkodó hit. Mi a szeretet?
aki megtartja az ő beszédét, abban lesz teljes Elohim szeretete, és ez a szeretet utána munkálkodni fog az emberben. Miért? Mert hisz. A szeretet által munkálkodik a hit. A szeretet pedig nem más, mint Elohim teljessé válik az emberben. Az pedig nem fog utána Elohim szava ellenére cselekedni. Legyen az étkezési szabály, ünnep, teljesen mindegy. A ruák nem fog egy új törvényre, vagy egy új rendszerre elvezetni minket. Hiszen ő nem változik meg. Malakiás 3-ban, én Jehova meg nem változom. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Hogy ez a szeretet munkálkodik bennünk. Ez az, amiről Saul beszél. Ez az, amiről mindenki beszél. Csak Saul egy más perspektívából mutatja meg az embereknek, hogy megértsék azt, hogy a hit az, ami először jön. Nem a mi nagyszerű példás életünk az, ami eljutott majd a végén az atyához. Hanem az, hogy elhisszük, hogy ő elfogad minket így, ahogy vagyunk, és utána úgy akarunk élni, hogy neki azt tetszen. Ez a szeretet az, ami munkálkodik az emberben utána. Galata 5.13. Mert ti szabadságra hivatottak, atyám fiai. Azaz, itt a szabadság, amiről beszél az elején. Hogy annak okáért a szabadságban a másiák hívott el és megszabadított minket. Ne menjünk vissza az iga alá. Mit mond utána? Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáltok egymásnak. Azaz még mindig van bűn, ugyanúgy, ahogy eddig volt. Az a lényeg, hogy a szabadság nem azt jelenti, hogy bármit tehet az ember. Bármit tehet a Tora a kereteken belül, sőt, szeretettel szolgáljátok egymásnak. Mi a szeretet? 3 Mózes, Vaikra 19-18. Ezt idézi a következő versben, mert az egész törvény, ez egy igében teljesedik be, szeress fel a barátodat, mint magadat. 3 Mózes 19-18. Szeress fel a barátodat, mint magadat. Tudjuk, hogy nem ez az egy törvény van, hiszen elmondja a másik, hogy kettő van, szeresd Jahuát, a te hatalmasságod, teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből. Ez az első nagy parancsolat, és a második ugyanígy, szeress fel a barátodat, mint te magadat. Tehát kettő van. A törvény a szeretetben teljesedik be. Ez az, amiről beszél Jahukanon. Teljessé lesz Elohim szeretete. A szeretet arra fog minket sarkalni, hogy az ő instrukciói szerint éljünk. Így szeretjük fel a barátunkat, és így mutatjuk ki az iránta való hitünket. Tehát a hit cselekedetekben fog megnyilvánulni. Minek beszélne a törvényről, ha egyszer a törvény már nem fontos? Miért nem csak mondja azt, hogy szeress fel a barátot, ahogy a világ mondogatja, a kis szívecskékkel, a lájkokkal, a megosztásokkal, az, ahogy én mindenkit szeretek, mint ahogy a világ csinálja. De nem így van, hanem erre megvan egy instrukció rendszer, ami kimutatja azt. Persze az ember szereti a fele barátját, nyilván nem lop, csal, hazudik, csalja meg a feleségét, meg öli meg az embereket. Ez az egyik része. A másik hogyan mutatja ezt ki? Az atya felé. Az atyának nem kellenek ezek a dolgok, hogy az ember mondogasson valamit, meg áldozzon, meg egész nap azt mindenkinek azt mondogatja, hogy mennyire imádja ő az Urat, meg Jézus, meg mindenkit, az közben az instrukcióira, meg azt mondja, hogy egy rabság, egy átok, hogy az el van törölve, hogy azt nem lehet megtartani. Pontosan úgy mutatja ki, hogy azt szerint él, hogy engedelmes, azt a bélyeget viseli magán. Így fogja bebizonyítani azt, hogy ő igenis a teremtőnek a juhai közé tartozik, hogy neki engedelmeskedik. Ez az, amiről Saul beszél. De itt van egy egyértelmű. Rómaiakhoz 3.31. A törvény tehát hiába valóvá tesszük éhit által. Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Még miért kell ennél egyértelműbb arra, hogy Saul is azt mondja, hogy a törvény szükségszerű, a törvény nélkülözhetetlen. Elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember eljusson az atyához. A hit által nem tehetjük a törvényt hiába valóvá. A hit megerősíti, hiszen ha az ember hisz, akkor a Ruach HaKodes, a Szent Szellem elvezeti az embert, és egy törvényes életet fog élni. Így erősíti meg, hogy igazán úgy jár, nem úgy, mint a farizeusok, nem úgy, mint a szaduceusok, nem úgy, mint a keresztények, hanem úgy, ahogyan a másiák korai követői. Hitből, szeretetből csinálva a törvényt a Ruach HaKodes vezetésével. Ez az, amiről ő beszél. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!